A járványról, az ellenzéki összefogásról és a 2022 utáni kormányzásról is beszélt előjében Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke szerint a járvány közügy, ezzel kapcsolatban pedig a kormányzatnak partnerként kellene az ellenzéke tekintenie. Úgy látja, a Fideszről a pandémia idején kiderült, hogy nem tud kormányozni, ugyanis most nem egy általakreált kreált ellenséggel, hanem a valósággal kell harcolnia. A politikus azt ígérte, 2022 után jobb országot teremtenek, és mint fogalmazott, közel vannak a célhoz. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A járványhelyzet miatt rendhagyó módon online tartotta meg évértékelő beszédét Gyurcsány Ferenc. A D.K. elnöke szerint sokszor a szemükre vetik, hogy az ellenzék politikai vitát csinál a vírusból vagy a védekezésből, holott a politika nem más, mint közös életünk intézése. Van-e nagyobb közügy? Mint egy globális világjárvány, a pandémia. Nincs. A politikus mindenkit arra biztatott, oltassa be magát, de olyan vakcinával, amelyet az európai szakhatóság engedélyezett. Beszélt arról is, a kormányjal kapcsolatban ledőlt egy hamis mítosz, ugyanis, mint fogalmazott, kiderült, hogy nem tudnak kormányozni. Ennyi csetlés botlást. Ennyi megkésett intézkedést. Ennyi egymásnak ellentmondó nyilatkozatot és lépést, még soha nem láttunk. Mert ugye most az ellenfél az nem egy általuk kiválasztott, megválasztott, kreált, fölépített ellenfél, hanem maga a valóság. A DK elnöke úgy látja, szellemi hatalomátvételi kísérlet zajlik a kormány részéről, és most ezt a járvány árnyékában próbálják felgyorsítani. Az, egyetem, az egyetemek úgynevezett modellváltása, az az egyetemek privatizációja, a nemzeti vagyon, a felsőoktatási vagyon ellenérték nélkül magánkézbe adása a kormányhoz közel álló emberek részére. A politikus szerint történtek jó dolgok Annak is 2020-ban. Például az, hogy megszületett Orbán Viktor rendszerének hazafias demokratikus ellenzéke. Magyarországon régóta nem demokratikus versengés zajlik, hanem alapvetően egy autokratikus sok tekintetben diktatórikus rendszerrel szemben kell felépni egy olyan ellenzéknek, amelynek esélye csak akkor van legyőzni ezt a rendszert és helyreállítani a normalitást, hogyha közös politikai választás erőként mutatja meg magát. Úgy látja, a DK ma ennek az ellenzéki közösségnek egyenrangú, erős szereplője mióta létezik, csak ellenszélben van, de születésétől kezdve ez a párt a Fidesz legátázabb ellenfele. Szerinte ugyanakkor 2020 reményt is hozott. Az egyik ilyen esemény Joe Biden amerikai elnök győzelme volt. És ezzel egy időben nem csak Trump bukott, hanem azok a fajta politikusok, melyeknek családjába a mi kormányfőnk is beletartozik, de a nacionalista, elitellenes, populista politikusok, ezek visszaszorulóban vannak. Ahogy a, a mi kormányfőnk is, lényegében talajt vesztett Európában. Gyurcsány Ferenc azt ígérte, 2022 után jobb országot fognak teremteni, és ezután könnyebb lesz majd itthon lenni a hazában. Úgy fogalmazott, közel vannak a célhoz.